Már dolgoznak a munkagépek a 49-12-es úton Újfehértó belterületén, a felújítás során több helyszínen ideiglenesen kihelyezett jelzőlámpákkal és forgalomirányítókkal is találkozhatnak az útszakaszon haladók. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő út felújítását tavasszal jelentették be, hangzott el a beruházásról tartott sajtótájékoztatón. Azt hiszem minden újfehértói nevében mondhatom azt, hogy nagyon örül mindenki ennek a beruházásnak, hiszen ez a város legforgalmasabb, legnagyobb forgalmat lebonyolító útszakasza. Én 26 éves vagyok, és mióta az eszemet tudom, ez az út nagyon silány, nagyon rossz minőségű. Ha viccesen szeretnénk megközelíteni ezt a beruházást, akkor azt is mondhatnánk, hogy csak az autószerelők nem örülnek ennek a beruházásnak, hisz ezután nem kell minden újfehértói lakosnak fél évente futómű cserére menni ennek az útnak a hibái okoztán. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő utat mintegy 2 milliárd forintból újítják fel, elsőként egy mintegy 6 kilométeres szakaszt korszerűsítenek. A kormány döntésével 825 millió forintot biztosított ezen beruházáshoz, tehát ez az első szakasz, reméljük, hogy a folytatása jövőre fog következni. Egy kicsit elszomorodtam akkor, amikor a Jobbik és a szocialisták részéről igen éles kritikát kaptunk az útfelújítás elmaradása miatt, ő szerintük el volt maradva, mi meg tudtuk azt, hogy ugye a 825 millió forintnak az összeszedése történik. A tavaszon sajtótájékoztató keretében meghirdettük, hogy 20 éves kihagyás után, ugye, mert hogy 20 évvel ezelőtt történt valami itt Újfehértó belvárosában ezen úttal, tehát nagy szükség volt a felújításra. A beruházás során új aszfaltréteget kap az út, így gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek majd a térség lakói.